Nézzük most meg egy 14x10-es közepesen nehéz fasinak a megfejtését. Talán ebből a pontból a legkönnyebb az elindulás, mert hogy ebből a 8-asból 8 darab vonalat kell kihúznunk 4 irányba, úgyhogy minden irányba maximum 2-t húzhatunk, tehát minden irányba ki is kell húznunk azt a 2 darab vonalat. Ebből az 1-esből már csak balra húzhatjuk a vonalat, akkor ebből a 2-esből a hiányzó vonalat már csak balra húzhatjuk. Ebből a 3-asból húznunk kell egy vonalat jobbra, illetve húznunk kell lefele. Ebből az 5-ösből itt fölfele is, lefele is, és jobbra is húznunk kell egy-egy vonalat. Azt mondjam, hiányzó 2-t hova húzzuk, azt még nem tudjuk eldönteni. Ebből a 2-esből az egyik vonalat biztos, hogy lefelé kell húznunk, hiszen ha mind a kettőt ide húznánk, akkor egyik 2-esből sem bírnánk tovább lépni. Ebből a 2-esből a hiányzó egy vonalat már lehúzhatom. Ebből a 3-asból húznunk kell egy vonalat jobbra is, illetve lefelé is. Ebből a 2-esből nyilvánvaló, hogy mindkét vonalat csak jobbra húzhatjuk. Ebből a 3-asból egy vonalat minimum be kell húznunk jobbra. Ebből a sarokban lévő 3-asból húznunk kell egy vonalat balra, illetve lefele. Ebből is balra, illetve lefele. Ebből a 3-asból húznunk kell minimum egy vonalat lefele. Ebből az 1-esből a hiányzó vonalat már csak húzhatjuk. Ebből a 3-asból hiányzó két darab vonalunk, lefele csak egyet húzhatunk már, maximum, tehát akkor egyet el kell húznunk jobbra is. Ebből az 5-ösből, mivel már 3 megvan, ide már maximum egy húzható, tehát minimum egy vonalat el kell húznunk még jobbra is. Ebből a 4-esből két vonal hiányzik, egy irányba halad tovább, tehát ezt a két vonalat jobbra kell húznunk. Ebből a 3-asból egy vonalat minimum be kell húznunk balra. Ebből a 2-esből, ebből egy vonalat minimum be kell húznunk fölfele. Ebből az 5-ösből hiányzik még 3 vonal két irányba, tehát egyet kell húznunk jobbra minimum, és egyet kell lefele. Azt, hogy a 5. vonalat hova kell húzni, azt még nem tudjuk. Ebből a 2-esből egy vonalat biztos, hogy le kell húznunk, hiszen jobbra csak egyet húzhatunk maximum. Ebből a 3-asból minimum egyet fölfele kell húznunk, egyet pedig jobbra. Ebből a 3-asból szintén jobbra, illetve balra kell húznunk egyet-egyet minimum. Ebből a 3-asból minimum egy vonalat be kell húznunk jobbra, még.
mint ahogyan ebből a hármasból minimum egyet be kell húznunk, és akkor ebből a hármasból a hiányzó harmadik vonalat, ebből a hármasból a hiányzó harmadik vonalat már csak ide rakhatjuk, akkor ez megvan teljesen. Jó. Ebből a kettesből egy vonalat minimum el kell húznunk balra. Mert ha mindkettőt lefele húznak, akkor egyik kettesből sem tudnánk tovább lépni. Ebből az ötösből a hiányzó ötödik vonal most már csak balra húzható, ebből a hármasból a hiányzó harmadik lefele, ebből az ötösből a hiányzó ötödik már csak jobbra. Ebből az egyesből a hiányzó egyes már csak ide húzható. Ebből a hármasból a hiányzó harmadik vonal már jobbra húzható. Akkor ebből a kettesből a hiányzó vonal fölfel nem húzható már, hiszen az már megtelt, tehát csak ide húzhatjuk. Ebből a hármasból a hiányzó harmadik már csak húzható. Na, itt egészen jó. Nem nagyon látok most egyre semmi biztatót. Igen, hát látszik ebből a hármasból, hogy lefele ezt a vonalat nem húzhatjuk be, mert ha behúznánk, akkor lenne itt egy zárt belső vonalunk, tehát ebből a hármasból már csak jobbra megyünk tovább. Akkor aztán ebből a hármasból már csak lefele jöhetünk tovább. Ebből a hármasból nyilvánvaló, hogy a hiányzó egy vonalat nem húzhatjuk az egyes felé el, mert ha arra húznánk, akkor tehát 1, 3, 3, 2, 3, 2-es vonal egy zárt vonal lenne.
azt a hiányzó egy vonalat már csak húzhatjuk. Igen. Akkor ezt, ennek a négyesnek a negyedik vonalát már csak húzhatjuk. Ennek a hármasnak a hiányzó harmadikját lefele húzhatjuk. Ennek a hármasnak a hiányzó harmadikját. Csak lefele most megint. Ja igen. Ebből a kettesből balra nyilván nem mehetünk tovább az egyes felé, mert oda mennék, akkor az 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, zárt vonal lenne. Tehát minden a kettesből a hiányzó másodikat már csak lefele húzhatjuk. Így aztán az egyesből már csak mehetünk tovább. Ebből a kettesből mindkét irányba, ami még lehetséges, egy-egy vonalat húzhatunk, és az pontosan elég is. Egy. Itt a harmadik vonal már csak balra. Ennek az egyesnek a hiányzó egy vonala már balra húzható, ennek a hármasnak a hiányzó harmadik vonala már csak balra húzható. Ennek a négyesnek még kettő vonala hiányzik, lefele már csak egyet húzhatunk maximum. Tehát akkor jobbra, fölfele meg balra nem húzhatunk, jobbra minimum egyet el kell húznunk. Ebből a kettesből lefele húznunk kell a vonalat, a hármas megtelt. Ebből a hármasból a hiányzó egy vonalat már csak balra húzhatjuk. Nézzük, most ezt a hármast innen egy vonalat kell húznunk, vagy föl, vagy balra húzzuk ezt. Most balra innen nem haladhatunk tovább, mert ha balra haladnánk tovább, akkor ebből az egyesből kiindulva, nyilván innen a hármashoz kéne tovább mennünk, megint csak lenne egy zárt belső vonalunk. Tehát innen ebből a hármasból a hiányzó harmadikat már csak felhúzhatjuk, és akkor ebből a hármasból a hiányzó harmadikat már csak fölfele húzhatjuk. Ezzel készen is lennénk a 14x12-es klasszikus hasit megoldott. Ennek tehát így néz ki.